sportosat. Híradónk vendége Váci Zoltán, a Vasas egykori válogatott labdarúgója. Szervusz, üdvözöllek, ugye mondhattam volna még a Békés Csabát is, mert ugye ott tűntél fel annó, de a Ferencvárost is, sőt, legutóbb, ha jól tudom, a kis Ferencvárosnál edzősködtél is. Így van, jó napot kívánok, így van, ott edzősködtem. És mi történt? Hát ez nem az én idegrendszeremnek való az a csapat. Én nem vagyok berendezkedve arra, hogy állandó balhé van a pályán. Pont elég volt játékos koromban, amikor én csináltam a balhét, és már edzőként nem szeretnék olyan helyen edzősködni, ahol nincs rend. Mert elvileg a rendfegyelem van a zöldözőben, akkor a pályán is, de itt sajnos... Még pályán verekedtek, hogy mi volt a pályán? Minden volt. Mondom, én ilyet még nem láttam, de... És akkor azt mondta, ki kell próbálni minden edzőnek. És akkor azt mondta, hogy kész, ehhez nem adod a neved. Így van, így van. Pedig nem semmi, egy Váci Zoltán ilyet mond. Ugye? Hát sok minden baj volt. Baj volt az, hogy nem játszatok olyan játékost, aki nem tud futballozni, de ő alapítótag. Meg nincsen Fradi szívem. Én nem is mondtam soha, hogy nekem Fradi szívem van. Igaz, hogy Vasas sincs, de... Milyen van? Kiért dobog a szíved? Én barcelonás vagyok, és nagyon szeretem, de nem azért szeretem, mert ő a Barcelona, az a játékok, hogy szeretem, mert én is azt a játékot szeretem, ezt a finom futballt, és eredményes finom futballt. És akkor kézbe is fejezted az edzői pályafutásodat? Hát most egy ideig szeretném kipihenni magam, igaz, hogy már 2 hónapja pihenek, vagy 3, de hát remélem, hogy januártól megint. Papírokkal hogy állsz? Hová vagy jó? B-licensz. Azzal hol tudsz? Itt NB3-ig. NB3-ig. Mert megcsináltam volna tovább is, csak itt Magyarországon nincs értelme. Mert itt már azért akárki körbenéz, meg jár az futballba, itt azért le vannak osztva lapok mindig, mert azért NB1-be is csak cserélődnek az edzők, ha téged kilúdnak innen, akkor te oda mész, én elmegyek ide, és akkor egyfolytában ez folyik, szóval gusztustalan. Ez most, mert tényleg így van, ez most véletlen vagy szándékos? Tehát azt jelenti, hogy Pixisbe bekerült X fő, és csak abban lehet gondolkodni, vagy tulajdonképpen ez csak egy véletlenszerűség, hogy... Hát ez nem véletlenszerűség, ez már, ahogy megnézzük, egy ez 10 éves, 15 éves forgás, hogy csak forognak az edzők NB1-be vagy NB2-be. És ugye azok a nevek. És nagyon nehéz bekerülni. Így van, és ők mindig ott vannak. És régen is ez volt, hogy a régi nagy edzők, például Csang, meg Verebes, meg sorolhatnám, ők is forogtak jobbra-balra. De például van egy-két új név, például a Szanyó Karcsi, aki ugye bekerült, nem véletlen említem most a Karcsi nevét, ugye ő a Vasas vezető edzője, még egyes hírek szerint támadják. Hát ugye megint bejött egy kellemetlen vereség, nem az első. Ugye most Cegléden kapott ki a Vasas 2-0, a Cegléttől, akinek eddig egyetlen győzelme volt csak. Most ugye az NB1-ről álmodozó Vasas simán kikapott 2-0 Cegléden. Hát sajnos a Karcsinak más az elképzelés a futballról, mint a játékosoknak, meg egy-két vezetőnek. De az elén pedig olyan szépen jöttek az eredmények. 4 meccs, 4 győzelem zsinórban, jól emlékszem, valami ilyesmi. Igen, volt. Csak magyar játékos nem szeret dolgozni. Ahol nagyon sokat kell edzeni, ott általában megfúrják az edzőt. És jöttek is, először a fiatalok játszottak, jöttek is az eredmények, most azért már jött egy-két játékos is, a Békés Csabából, meg jobbra-balról jöttek jó játékosok, és mondom, tudni kell, hogy a magyar játékos egyáltalán nem szeret dolgozni. Ha nagyon kemény... Te is ilyen voltál? Nem. Én, ha nem volt kedvem dolgozni, én nem is edzettem. De ha felmentem a pályára, edzeni, akkor csak maximálisan. Mert amúgy meg nincs is értelme. Hányszor volt, hogy szóltál az edzőnek, hogy most nem? Nem, hát csütörtökön nem edzettem soha, mert nekem az a horgásznapom volt. Meg mikor általában... a Vasasnál voltál igazolt játékos, a Fradinál, akkor is? Akkor is, persze. A csütörtök az a szent nap, egy horgásznap, és én akkor biztos, hogy nem edzettem. De hát sokszor volt az, hogy nem volt kedvem edzeni, akkor hétfőn sérültet jelentettem, hogy fáj a lába, akkor bementem a sportkórházba, és készült. De soha nem az volt a célom, hanem az, hogy ha én felmegyek, akkor nem 100%-ot, nem is 90-et, hanem minimum 120-at adjak le, hogy felkészüljek a meccsre.
Most meg úgy van, hogy kimenek edzeni, ledolgoznak 70%-ot, és akkor várjuk tőlük az eredményt, hogy mi lesz majd hétvége. De aki 70%-ot edz, az nem tud. Akkor inkább edzenek kevesebbet, menjenek horgászni vagy tekézni, csak mikor edzésre mennek, akkor mindenki adja ki magából a maximumot? Minimum. Hát az a minimum, hogy a maximumot, meg hát nekik még gyakorolni kell egy kicsit ezt a futballt, mert azért most visszatekintve nagyon sokat romlott a labdarúgásunk, és az én időben volt, minden csapatnál volt legalább 2-3 klasszis játékos. Például Újpestni a Weber Gyuri, ott azt pont említette a Szanyó Karcsit, aki tudott futballozni, aztán volt a Fehérvárban megint kettő, a Véri Zsolt nagyon jó játékos volt. Mindenhol volt egy technikás, irányító Spiller. Játékos, Spiller, na aztán most keresni kell. Most egy kapta fára megy az egész futball, itt csak rohanás van ész nélkül. Rúgd előre is, menjél is. Igen, mai sportosában is pont erről van egy kisebb jegyzet, ugye, amit a Gera produkált ugye a Debrecen mérkőzésen, és akkor lehet majd magyar labdarúgásról beszélni, fellendülésről pontosabban, hogyha mindegyik pályán legalább egy ilyen játékos lesz. Van, így van. Akkor volt. És nem is egy volt, hanem mondom, volt 3-4 jó játékos. És csatárokat is megnézzük. Egy Fischer Pali Fradiból, meg a Vasasból kivitték Hollandiába, nem is akárhol az Ajaxba, és ott is azért teljesített. Ilyen játékosok voltak. Most hát jó, hogy Zsuzsák Kim van Ukrajnában vagy Szovjetunió, de engem az érdekel, mikor az jön a válogatottba, akkor mit mutat? Hát én még nem láttam jól játszani a válogatottba. Hát de most lőtt egy gólt a románoknak, és ez mégis pszichésen úgymond mind a csapatnak, mind a magyar szurkolóknak ez hatalmas nagy lökést adott, jó, ahogy csak lehet hallani, Zsuzsák, olvasni. Egy Zsuzsák, aki azt mondta a Dárdai, hogy fel kéne a magyar labdarúgásnak, a nézőknek emelni a szívükig. Annak nem így kell futballozni. Halljon meg a pályán, és akkor azt mondja... Nem hal meg? Hát nem. Ezelőtt például a románok ellen ki, mikor kikaptunk 3-0-ra, hogy egyedül a Vancák Vili volt, aki azt csinálta, amit kell. Bátran, szívből futballozott. Van olyan magyar válogatott játékos, aki a pályán meghal? Aki a te mércét szerint futballozik? Na, most nincs. Volt a Huszti, csak azt sajnos Egervári Sándornak sikerült elűzni a magyar válogatottból. Gondolod, hogy kapitány üldözte, volt kapitány? Így van, ez egyértelmű. Mert? Hát, mikor hazahívták, és mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy őt választották akkor Németországba a legjobb külföldi játékosnak. És ez már azért Németországban ez egy nagyon nagy cím. És hazajött, és az Egervári Sándor leültett a kispadra. Hát ha van egy ilyen játékosom, az én eszemmel, én biztos, hogy nem ültetem le a kispadra, hanem értem. Megbízok benne. Aha, értem. Tudod-e, hogy miért gondolkodnak külföldi edzőben, ha kapitányról beszélünk? Hát ezt nem tudom. Mert ők is ugyanúgy, a magyar válogatottnál ők is ugyanúgy meg fognak ígni. Lehet ide bárki. Igen, jön. Igen, de tudod-e, nem sejted? Nem. Sajnos nem sejtem. Van egy dolog, amiről nagyon nem lehet beszélni, nem is nagyon szoktak beszélni. Nem véletlen, és nem véletlen volt affér Egervári és Huszti között sem. Maradjunk ennyiben. Ezt végig kell gondolni, és valaki kicsit úgy is rá fog jönni, hogy más dolgok vannak a háttérben. Nem arról van szó, hogy most te szimpatikus vagy, vagy nem. Teljesen más dologról, és nem véletlen gondolkodnak külföldi edzőben. Sajnos. Ennek egyik oka, és akkor itt erre be is fejezzük, Zsuzsák egy nap, napi keresete 2,4 millió forint. És akkor ezen el lehet gondolkodni. Hát ez nagyon. Minden más egyében, úgyhogy mi merre, hány méter. Nehéz, nehéz. Te se kerestél ennyit. Hát nem. Sőt, a mostani játékosok, éves kereseted mostani játékosokhoz képest is a 10%-át kereste. Azért mondom, most már megváltozott a közeg. Pont emiatt a nagyon elszaladt a pénz külföldön, de itthon is jól jó, keresnek? Csak a itthon nagyon jól keresnek. Hát nem ez a gond? Van olyan játékos, aki 7-8 milliót keres havonta ezért a produkcióért.
azért nevetséges. Mert ott külföldön azért, mondjuk én egy Barcelonát tudok példát mondani, felmennek a pályára, és megpróbálják a maximumot leadni. És nevetve, mert élvezik. Nagy pénzért élvezik azt, amit csinálnak. És azért ők ott vannak mindig azért bajnokok ligájában, mindenhol ott vannak, és elő vannak. Sőt, Európa legjobb öt csapatában biztos, hogy benne vannak. És mégis élvezik a játékos, és nagyon nagy pénzért futballoznak. És oda rakják magukat. Például a Messi. Pedig már megtehetni, hogy na, abba adjon, mert telekerestem magam, megkaptam már minden címet. Igen, de ott a közegben ott mindenki. Te, így van, nem azt nézik, de, hogy tudom lenyúlni a pénzt, de, hanem nem, azt nézik, igen. Hogy legyen jobb a csapat. Így van. Na de ott a csapatban, tehát nincs akkora szakadék, mint hát a külföldről. Azért van, mert főleg most a mostani Barcelon azért itt már azért vannak nagy szakadékok, mert a keresetek között. Hát ott gondolom ott is, meg a játéktudásban is. Én most nem a játéktudásra gondoltam, most másra. Hát keresetek között. Azért mondom, tehát ha van is, de az más. Más mértékű. Azért mondom, mert itt csapatokként is változó. Igen, azért mondom, de az egész teljesen más dimenzió, ami nekünk felfoghatatlan, és még nektek is felfoghatatlan, pedig te a 90-es években futballoztál. És mégis már teljesen más dimenzió van. Nekem a 90-es évek is felfoghatatlan volt az elején, amikor Békéscsabán futballoztam, mert mi 26 ezer forint volt a fizetésünk. És feljöttünk a Honvédhoz, és mondta az egyik játékos, hogy 150 ezerért lép pályára. És plusz majd, ha nyernek, akkor plusz a meccspénzt. Mi meg a 4 meccset nyertünk, akkor nem kerestünk annyit, mint ő. Egy meccsért, hogy csak fellépett a pályára. Akkor most egy nap alatt. Na akkor se értettem, hogy ebben hogy lehet motiválni egy játékost. Aki meg egy nap alatt több milliót keres. Így van. Hát nevetséges ebben a játékban. Hová vezet egyébként? Ez vezethet valóban? Egyes külföldi szakemberek szerint ebből még nagyon nagy káosz is lehet. Az, így van. Ebből nagy is lesz. Mert ugye az a tendencia, hogy mégiscsak nyílik a zolló. Ugye be akartak egy bizonyos sapkát ugye vezetni, hogy kész, felé ne menjenek, de ez ugye elcsendesedett ez hát a persze, történet. Hát persze, visszatekintünk az én időmbe, a Vasasnál is kirobbant egyszer egy botrány, hogy azért csak kidudottak a végén a dolgok, hogy volt olyan játékos, aki 30 milliót kapott szerződéspénzbe, és mondjuk egy sokkal jobb, nagyobb tudású válogatott játékos, meg csak 8 milliót, ő jobban feküdt, a vezetőknél, sőt, még rokon is volt, a másik meg nem. És akkor így kalkuláltak, így szépen összehozták, hogy te fogsz keresni ennyit, ez meg csak ennyi. Jobb lesz a magyar labdarúgás, hogy látod? Azért hát kezdünk kilábalni, vagy maradunk? Most nagyon jó lesz, hogy a Dárdai lett a szövetségi kapitány. Most nagyon jó lesz. Ilyen játékosok vannak, addig soha nem lesz jó. Én azért nem is értettem, hogy a Dárdai mentalitása. Itt nem a mentalitáson múlik, itt a tudáson múlik. Senki, ebből a magyar válogatott mindegy, hogy ki az edzője. Mert ha ilyen rossz játékosaim vannak, akkor nem várok el semmit. Csak az a baj, hogy előtt a média is, hogy most ki kell jutnunk, mindig az van, hogy ki kell jutnunk. Pedig tisztában kéne egyszer már tenni a dolgokat, hogy ez a csapat, ez másra nem való. Ez gyenge csapat. Most például mindenki, hogy tudják, el volt ájúva, nyertünk 1-0-ra. De nézzük meg, hogy kit vertünk meg. Megvertünk egy hentest, mondjuk egy könyvelőt, vagy egy bankárt, vagy egy Feröer szigeteket. Már nekünk ez is nagy bavúr, hogy megverünk egy Feröer szigetet idegenbe 1-0-ra. És úgy, hogy meleg volt az első 15 perc, meg az utolsó 15 perc. Jó, de erre azt mondják, hogy mindegyik nagy csapat most már megküzd a kis csapatokkal. Most már senki nem megy biztosra. Hát azért nem, azért. Ezt szokták mondani. Most nézzük meg, most volt egy bajnokok ligája kör. Egy Róma, Bayern München, egy hét. Azért a Bayern München azért oda megy, és akkor oda rakja magát is. Nekünk is így kellett volna. Hát így kellett volna, de... Egy héttel hazajönni, ugye? Feröer-szigetekről. Hát és akkor azt mondjuk, hogy akkor jó, akkor igen, valami mondja, megindult. Volt változás. Igen. De hát így, semmit igen, nem láttam. Igen, értelek. Aha. Hát meglátjuk, mit hoz a november. Ugye november az eléggé fontos lett most ilyen szempontból, ugye a finneket fogadjuk itthon, és állítólag, hogyha nyerünk a finnek ellen is, akkor lehet, hogy Dárdai mégiscsak marad,
Ez viszont azt sugallja, hogy ha nem nyerünk, akkor Dárdai azt fogja mondani, hogy megmondtam előre, hogy csak 3 meccset vállalok. Hát igen. Elég érdekes most így a történet. Jó, csak mondjuk a magyar történelemben ilyen sem fordult elő, hogy én elvállalom 3 meccsre, és elfogadja a labdarúgó, hát ilyen még nem volt. Ez is csak itt Magyarországon történhet meg. Ilyen nevetséges dolgok is. Hát ez van. És akkor most mi lesz veled futball nélkül? Hogy éred így a napjaidat? Hát, voltam Békés Csabán, összehívták a 94-es csapatunkat, volt egy gála meccs, nagyon jól éreztem magam. Még mindig szeretek futballozni, és ha hívnak, mindig is megyek. De nem játszol öreg fiúkba sehol? Nem. Miért nem? Vasasnak nincs oldboza se, öreg fiúka se, megszűnt, és azért máshol meg nem érzem olyan jól magamat. És akkor már nem is futballozott, csak a kocsha ilyen rendezvényekre, de csak ennyi. Így van. Edzek szépen, mert még szeretek, de már csak üzemmódban vagyok, kímélő üzemmódban. Csütörtök, horgásztás továbbra is? Hát most már az sem, mert... Na, mi történt? Hideg van. Meg hát az unalomtól inkább nem is ki sem megyek. Ez akkor volt jó, amikor volt futball, volt stressz, volt, igen, és volt akkor... stressz, és ott levezettem a stresszet. Most, mivel nincs stressz, így oda se kell kimennem. Azért nézed a magyar futballmérkőzéseket, gondolom. Hát tegnap néztem, igen, a Debrecen néztem egy 10 percig, azelőtt néztem 2 percig a Kecskemét Honvédot, hát az katarzis volt. Mi a baj? Miért csak 10 perc? Hát az szörnyű volt. Meg azt mondja a mai sajtós, hogy a Debrecen-Ferencváros mérkőzésen a Kecskemét Honvédhoz képest szuper meccs volt. Csak utána az ember átkapcsolja egy másik adóra a tévét, és akkor nézem, hogy tehát ezek miért tudnak így menni, és ezek meg miért nem. A magyar viszonylatban nagyon jó volt a Debrecen. És az a baj, hogy most már lehet látni a külföldieket is, és akkor ahhoz képest meg más még... Más dimenzió. Igen. Így van. Az egész. Megnézzünk egy angol meccset, akkor már ott marad az azért haladnak a játékosok elég rendesen. Ott nincs megállás, ott menni kell, mert nyerni akarnak, meg győzni akarnak. Tehát itt a magyaroknál, mondom, ez a Kecskemét Honvéd, ezt ilyen Blasz 2-ben is látok ilyen meccset. És ennyi képzetlen játékos meg azt főleg. Régi játékostársai közül kivel tartod a kapcsolatot? Szoktam a Mónos Tomival szoktam beszélni, Aranyos Imivel, azt tegnapon találkoztam vele, mert edzett a Vasas pályán. Hát a többiekkel már nem nagyon. És mindig olyan vagy, mint játékos korodban voltál? Nem, azért. Lenyugodtál? Nem, én a pályán voltam őrült, az biztos, hogy pályán őrült voltam, de civilben akkor is sokkal nyugodtabb voltam. Mert ugye hát azt írják, hogy a bohém élet módodról. Ja, hát az igen, buliztam, meg ittam, de mondom, 15 éve semmi alkohol. Nem mondod? Leálltam magamtól teljesen. Játékosként meg alkohol, 2-3 doboz cigi, egyes hírek szerint. Jó, de ehhez kellett egy olyan társ is, aki meghatározza az életemet. Valamit rosszul csináltál, nem? De játékosként. Nagyon. De nagyon. Fordítva, azt szokták mondani nekem, hogy te Zoli fordítva voltál bekötve. Igen. Most kéne bohémkodnom, és akkor kellett volna kockázni. Hát sajnos nekem ilyen 38-39 éves koromra nőtt be a fejem lágya. Nem mondod. Mert akkor nem csak kétszeres válogatott lettél volna. Hát igen, csak sajnos visszasírni, meg visszafordítani nem lehet. Visszasírni se. Így tanultam az én példámból, és ha edző vagyok, megpróbálok a játékosom, ha ilyet találok, felhasználni a tapasztalatot. Akkor lehet, hogy ezért járnának most jól veled a csapatok? Mert hogy most már lenyugodtál, most már nem az vagy, aki régen voltál, viszont ha találkozol egy ilyen játékossal, akkor pontosan te vagy az, aki le tudja kezelni, aki meg tudja oldani a felmerülő problémát. Ezt mennyire tudják rólad azt, hogy megváltoztál, megkomolyodtál? Hát sajnos nem nagyon, mert azért bemegyek a tévébe, bárhova mentem eddig, mindenhol egyből főleg abban harangoztak fel, hogy piáztam, buliztam, csak az edzőimmel a balhé, soha nem is érdekelt őket az, hogy most leszoktam az alkohol, meg megváltoztam. Ezeket
ezt a tévére soha nem érdekelt. Cigi mennyi? Ez is változó. Ha otthon vagyok, akkor megúszom 10 szállal, van egy 10 szál, de ha kilépek az utcára, egyből stresszes leszek, akkor 2-3 doboz. Igen, igen. Van ennek valami oka, vagy? Hát a pályafutásom alatt azért hozzászoktam azt, hogy az emberek szeretnek. Most is szeretnek, csak akkor másabb volt, mert aktív labdarúgó voltam, mentem jobbra-balra, mindig találkoztam emberre, beszélgettünk, és ehhez nagyon nehéz hozzászokni, hogy az ember lecseng, és akkor így el vagy dobva, mint egy... És akkor most már ennyi? Lecsengtél és el vagy dobva, mint egy papír zsebkendő? Így van. Ezt nehéz feldolgozni? Nehéz, ezt egy labdarúgónak nehéz feldolgozni. Szerintem egy ilyen sportolónak is, hogy abból a közeg az megszűnt, és nagyon nehéz a civil életre ráállni. Sőt, van, akinek nem sikerül, és pont ezt mondom, hogy nekem szerencsém volt, mert leszoktam az alkohol, de egy csomó ember az alkoholba menekül. Csomó labdarúgó az alkoholba menekül, így van. Munkád van? Dolgozol valamit? Most nem. Most nincs munkám sem. Most csak ilyen nullán vagyok. Ilyen pihentető állásban. Legszívesebben edzőként dolgoznál, gondolom. Na, már mindegy, már abba is belenyugodtam. Hogy civil szakma? Hogy így van, mert itt azért általában le vannak oszva lapok, még ilyen alacsonyabb szinteken is. Igen? Így van. És mondjuk egy akadémián nem kell megmutatni, hogy nem kellene egy olyan ember, aki meg tudja mutatni, hogy hogyan kell a labdával bánni? Hát ott lenne a példa a Vasas Akadémia, de hát ott egyáltalán nem kíváncsiak rám. Ott is úgy van, hogy barátom mondjuk a szakosztályigazgató, akkor barátomat oda viszem edzőnek. Sőt, még azt is mondhatnám, hogy a Vasas igazgatója egy kicsit haragszik is rám, mert azért 1-2 évet ült miattam a kispadon. Mivel együtt futballoztunk, együtt kezdtünk Debrecenbe is futballozni, így jól ismerjük egymást, és ezt tudom. Zoli, és akkor neked nincsenek barátaid akkor? Hát azt nem mondanám, van 3 barátom. És ennyi, így van, mert hát a játékostársak azok nem barátok, azért... Igen. Hát a Mónos Geres, csak azért, mert akkor aki esetleg tudna neked egy mentővet dobni. 3 barátom van. Az egyik szegény nagyon beteg, a másik, őnek szoktam segíteni, van egy cukrászdája, a harmadik, ő meg ilyen elvarázsolt ember, ő mindig úton van. Mert mondod, hogy kapcsolatok nélkül nehéz? Hát itt csak a kapcsolat. Itt Magyarországon csak a kapcsolattól függ minden. Én soha nem szoktam megkérni senkit, nem is szoktam megkeresni, inkább a magam csendességében el vagyok. Zárásként, mi lesz a Vasassal? Hát reméljük, hogy NB1. Feljut? Karcsival? Azt is remélem, hogy a Szanyóval, mert én láttam azért, hogy dolgozik, meg hogy dolgozhatja a játékosokat, van benne fantázia, nagyon sok fantázia van benne, csak hát ki tudja, hogy a vezetőknek mennyi türelme lesz. Pénteken, Fej utcában Zalaegerszeget fogadják. Ott vagyok, és nyer a Vasas. Kimész? Most ki. Így van. Mert azért a szurkolók is tudják befolyásolni a vezetőket. És azért egy-kettőnek szólok, hogy Karcsi mellett álljanak ki. Jó a Karcsi? Hát én azt mondom, hogy sokkal jobban ért hozzá, mint fent a nagyok közül egy-kettő. És még szeret is csinálni. Nem csak a pénzén, hanem még szeret is csinálni. És ez is egy nagy dolog. Ezt akkor már csak annyi kellene, hogy a játékosok hogy ezt megerősítsék. Így van. Akkor talán pénteken az a Zalaegerszeg ellen. Így van. Meg hát nekem tetszik az is, hogy ő csak magyar játékos gondolkozik, és csak fiatalokba. És ez azért, ez is különlegesség a Vasasnál. Meg hát nem a Vasasnál, hanem egész Magyarországon, mert azért nézzük meg, egy Fradiba van a 20-ból 15 külföldi, az a Videótonnál is, ne is mondjam, hát Honvédon meg csak fekete van, már mindenhol. Mert a Puskás Akadémia is úgy indult meg először, hogy az akadémia kinevelt játékosok, hát de rájöttek, hogy a kinevelt játékosok azok egy pontot sem fognak szerezni, így azért be kellett vásárolni. Nem minden, akkor bízunk benne, hogy akkor a Szanyó-Karcsi vonal újra erőre kap, és elkezdik újra gyűjteni a 3 pontokat. Így van. Neked meg sok szerencsét kívánok az élethez, mert akkor
Sok szerencsét. Hát lesz, köszönöm, remélem. Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm. További sportosat.